előtt szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy semmilyen pártjelvényt, semmilyen párthoz kötődő szimbólumot ne jelenítsen ma itt meg. Ez nem csak egy ellenzéki tüntetés. Szeretnénk azt, hogyha itt a konzervatív oldalról is lennének. Nem szeretnénk senkit se kirekeszteni. A mi nehézségeink gyökere a politikai rendszer diktatórikus jellegében van. Szükség esetén alkalmazni fogjuk az állampolgári engedetlenség békés formáit, demonstrációkkal, sztrájkokkal adunk nyomatékot követeléseinknek. Kedves barátaim, az elhangzott beszéd, amit most hallottatok, az elhangzott beszéd minden egyes szava a Fidesz első kongresszusa által elfogadott politikai programnyilatkozatból származik. Molnár Péter vagyok. A Fidesz egyik alapítója és alelnöke voltam. Ez az alaptörvény és ez a módosítása is. Janó, ezt te is tudod. Te is tudod, Janó, hogy nem erről álmodtunk. Janó, te is emlékszel arra a Fideszre, amiben közösen hittünk. János, te egy komoly jogász vagy. Te vezetted a Fidesz jogi munkacsoportját Szájer Józsival együtt a parlamentben a 90-es évek elején. Tudod, hogy nem csak az emberi, hanem a szakmai jogászi lelkiismeretet sem teheti lehetővé, hogy ezt a módosítást aláírt. Tudod, hogy ez az alaptörvény módosítás? Tudod, hogy bármit mondasz arról, hogy ezt miért írnád alá, az mind? A hajléktalan emberekért, a lakhatási problémákkal küzdő emberekért, a mély szegénységben élő emberekért és családokért harcolok, hogy a demokráciában megmaradhassanak jogaik. Ez a kormány az alkotmány módosítással kiírt engem és több százezer leszbikus és meleg párt a család fogalmából. Azt tanultam meg, hogy ne fogjuk be pörös szánkat. A tudásnak tegyünk panaszt, tudással a tudásnak. És azt ki szeretném, hogyha mindenki, aki itt van, valamit azért tenne, hogy megmutassa, hogy ez így nincs jól. Ti mit tesztek azért, hogy ezt megmutassátok, hogy demokrácia legyen? Ma itt meg. Ez nem csak egy ellenzéki tüntetés. Szeretnénk azt, hogyha itt a konzervatív oldalról is lennének. Nem szeretnénk senkit se kirekeszteni. A mi nehézségeink gyökere a politikai rendszer diktatórikus jellegében van. Szükség esetén alkalmazni fogjuk az állampolgári engedetlenség békés formáit, demonstrációkkal, sztrájkokkal adunk nyomatékot követeléseinknek. Kedves barátaim, az elhangzott beszéd, amit most hallottatok, az elhangzott beszéd minden egyes szava a Fidesz első kongresszusa által elfogadott politikai programnyilatkozatból származik. Molnár Péter vagyok. A Fidesz egyik alapítója és alelnöke voltam. Ez az alaptörvény és ez a módosítása is. Janó, ezt te is tudod. Te is tudod, Janó, hogy nem erről álmodtunk. Janó, te is emlékszel arra a Fideszre, amiben közösen hittünk. János, te egy komoly jogász vagy. Te vezetted a Fidesz jogi munkacsoportját Szájer Józsival együtt a parlamentben a 90-es évek elején. Tudod, hogy nem csak az emberi,
hanem a szakmai jogászi lelkiismeretet sem teheti lehetővé, hogy ezt a módosítást aláírt. Tudod, hogy ez az alaptörvénymódosítás? Tudod, hogy bármit mondasz arról, hogy ezt miért írnád alá, az mind? A hajléktalan emberekért, a lakhatási problémákkal küzdő emberekért, a mély szegénységben élő emberekért és családokért harcolok, hogy a demokráciában megmaradhassanak jogaik. Ez a kormány az alkotmány módosítással kiírt engem és több százezer leszbikus és meleg párt a család fogalmából. Azt tanultam meg, hogy ne fogjuk be pörös szánkat. A tudásnak tegyünk panaszt, tudással a tudásnak. És azt ki szeretném, hogyha mindenki, aki itt van, valamit azért tenne, hogy megmutassa, hogy ez így nincs jól. Ti mit tesztek azért, hogy ezt megmutassátok, hogy demokrácia legyen?